A Bajai Birkózó Klub negyedik helyen végzett a másodosztályú felnőtt csapat bajnokságon. A CB-ről tudni kell, hogy mindig az év leghangulatosabb versenye, ahol mindenki oda teszi magát. Múlt hét szerdán vettünk részt a felnőtt másodosztályú csapat bajnokságon, amelyik a déli csoportjának a küzdelmeit rendezték Kaposváron. Ez azért nagy dolog, hogy részt vettünk, ugyanis már az egy nagy dolog, hogy egyáltalán egy felnőtt, saját nevelésű felnőtt csapatot ki tudtunk állítani, ugyanis azt tudni kell, hogy a Magyarországon lévő 131 birkózó egyesületből összesen 23 tud kiállítani felnőtt csapatot, ebből saját nevelésűt majdnem senki, ebből 8 csapat van az első osztályban, 15 csapat a másodosztályban. Mi a másodosztályban tartozunk, és azt lehet mondani, hogy teljesen amatőr csapatként vettünk részt, ami azt jelenti, hogy a többi csapatnál azért főállású edzők, főállású versenyzők vannak, nálunk mindenki amatőr. És ami még fontos, és ami még az MB2-es CB-hez hozzátartozik, hogy ez a csapat MB2-es, tehát ez azt jelenti, hogy a versenyzők nem mind MB2-esek, ugyanis a Szigetvárba birkózik az olimpiai bronzérmes Módos Péter, a Ceglédbe az olimpiai ezüstérmes Lőrinc Tamás, és sorolhatnám még azokat a világ és Európa bajnoki helyezetteket, meg felnőtt magyar bajnokokat, akik a másodosztályban birkóznak. De nem is ez a lényeg, inkább az, hogy mondjuk egy ilyen felnőtt bajai csapat milyen szívvel és lélekkel tud küzdeni azért, hogy minél jobban szerepeljen a másodosztályba, így teljesen amatőrként. Sajnos egy csomó apró sérülést összeszedtünk, és ez annak köszönhető, hogy ugye 8 mérkőzésünk volt, és volt olyan versenyzőnk, akinek mind a 8 mérkőzést egyedül kellett végigbirkózni, és ugye már mikor fáradtabb valaki, akkor azért a koncentráció is már semmi nem úgy mozog, ahogy kellene, és sajnos nagyon sok apró sérülés becsúszott. Szerencsére annyira durva sérülés nem, viszont ahhoz elég nagy, hogy úgy néz ki, hogy a most hétvégi felnőtt országos bajnokságon sem Kokantal, sem Krizsán Milán nem tud elindulni egy ilyen sérülés miatt. A csapat mellett egyéni sikerekről is beszámolhatunk. A Bajai Birkózó Klub 76 kilós serdülő bajnoka, Püspöki Patrik vasárnap egy korosztállyal feljebb próbált szerencsét Monoron, a kötött fogású magyar bajnokságon, és a korábbi szabadfogású bronzérme mellé ezúttal ezüstöt hozott haza. Igazából elég jól sikerült ez a verseny. Megint Nagy Pétertől kaptam ki, de most a döntőbe, hogy második helyet sikerült elhozni. Mit jelent ez neked, ez a második hely? Hát nekem ugyanaz, mint a többi második hely. Én nekem ez sem tetszik. Én nekem csak az arany, ami úgy jön. Nem volt reális esélyed, de az aranyra egyáltalán hogyan jutottál döntőig? Volt egy korombeli versenyzővel az első meccsem, és az egy bemelegítő meccs volt. Aztán a második meccsen ott kicsit elaludtam, így majdnem kikaptam az első menetet. Aztán sikerült egy menet végére felébrednem, és akkor azt is lebírtam hozni. A harmadik meccset azt kitaktikáztam. A döntőben volt egy nagyon nagy hibám, az első menetet úgy kaptam ki. Egy lépésen múlott az első menet, a másodikban szoros csatába kikaptam tőle. Megérdemelten nyert, én hibáztam. Mondtad, hogy korosztályod végül, és akkor nem korosztályodban versenyeztél, hanem följebb megint? Igen, megint ifi korosztályban versenyeztem. Majd most hétvégén leszek korosztályomba kötött fogásba. Mennyivel lesz az más? Az teljesen sima? Hát nincs olyan verseny, ami teljesen sima. Mindenkit érhetnek meglepetések. Remélem, engem nem fognak. Patrikról tudni kell, hogy még serdülő korú. Külön engedéllyel elindulhatott az ifjúságiak között az országos bajnokságon. Ő is ott volt Kaposváron ezen a másodosztályú CB-n, ahol ugye nem engedték, hogy szőnyegre lépjen a fiatal kora ellenére, és ahogy végignézte ezt a versenyt, úgy érezte, hogy az ifjúságiak között, sőt a felnőttek között is most már mindenkit megverne. De hát ez nem így történt azért teljesen, de el lehet mondani, hogy azért nagyon nagy dolog, hogy egy serdülő versenyző az ifjúságiak között ezüstérmet tud nyerni a kötött fogású országos bajnokságon. És azt is el kell mondani, hogy az ifjúságiak között a legeredményesebb serdülő birkózó volt. Tehát azért látszik ebből is, hogy kimagaslik a serdülő mezőnyből. Nekem nagyon tetszett a CB, mindenki kihozta magából a maximumot. Az is, aki nem járt edzeni, az is odaállt. Mindent megtettünk azért, hogy lehozzuk, ez most így nem sikerült, majd jövőre. Patrik a következő hétvégén saját korosztálya országos bajnokságán szerepel kötött fogásban, ahol nem titkon aranyat várunk tőle.